A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Még 2023. novemberében az a megtiszteltetés érte stábunkat, hogy Revicki Gábornál, a Nemzet Művészénél járhattunk egy forgatás keretében. A Kossuth és Jászai Mari díjas színművésszel gyermekkoráról, családi emlékeiről beszélgethettünk. Mai adásunkban ezt az interjút láthatják. Tartsanak velünk! Legszebb éveink a család szempontjából, mert ugye az 50-es években szegények voltunk, mert a templom, meg ez egy játékunk nem volt semmi. A gyerekeknek viszont beindította a fantáziáját, és mindent magunknak csináltunk, minden játékot mi találtunk ki, amit játszottunk. Na hát ez még Tatabánya-Újvárosban volt, és többek között hát ezért is kerültem így szoros kapcsolatban horgászattal, mert én akkor 4 éves voltam, 53-ig laktunk ott Újvárosban, és én egyedül jártam 4 éves koromban horgászni. Nem tudom elképzelni, nem tudtam volna elképzelni, hogy a fiamat kiengedem ide 4 éves korába a Kisdunára horgászni, és mi egyedül horgászunk. Vágtuk a mogyorófa vesszőket, és azzal pecáztunk. Mindegy, a lényeg az, hogy végül is Tatabányán a Liget soron sikerült 57-ben elcserélnünk a lakásunkat, mert mi a futballpályával szembe lévő házsorba laktunk, amik ilyen 4 emeletes házak, kisméretű téglából épült, gőzfűtéses volt. Hát nyitott ablakokkal aludtunk télen, mert a tojás megsült arra, de azt nem lehetett befolyásolni. Vagy elzárta az ember, vagy pedig tényleg a tojást meg lehetett sütni rajta. És fölajánlotta egy mérnök, bányamérnök, hogy elcserélné ezt. Hát az apám persze belement, mert így egyesíteni lehetett a családot. És akkor nagymamám, keresztapám, nagyapámmal együtt éltünk itt, és hát akkor még szegény anyám is élt. Ez volt a legemlékezetesebb időszak, amikor az egész család együtt volt. Hatalmas kertünk volt, minden megtermett. Olyan barackfáink voltak, amik 3 évenként ilyen keveset, de ekkora sárga barackok voltak rajta, és akkor 2 éven keresztül ilyen picikék. Tudnélik, 1938-ig egy olyan bányamérnök lakott ott, akinek mániája volt a növénynemesítés. Volt japán cseresznyefánk, ami soha nem hozott termény. Gyönyörű volt az egész, senkinek nem volt olyan szép rózsája, mint ami a mi kertünkben volt. És, hát ezt a nagyapám is tudta kezelni, meg volt ott egy bácsi, aki cserébe, hogy ott lakott nálunk, mert volt egy ilyen nyári épületsor, annak a szobájába lakott, ő mindent megcsinált a kertben, és nagyon értett is hozzá. Ekkora egreseink voltak, ilyen nagyok. És annak az volt az oka, hogy amit sajnos már nem csinálnak, meg hülyeségnek tartják, hogy a budikat azért tartották, ez vidéken is, azért, minden budival van egy ilyen köműves kanál, amely egy hosszú fára van felszerelve. Azzal veszik ki az érett emberi ürüléket, és a fontos növényeket azzal trágyázzák. Hát itt is ezt csinálták, és azért volt olyan hatalmas az egres, meg a ribizli. Hát akkora, már most túlzok egy kicsit, de majdnem akkora volt, mint egy cseresznye a ribizli. Meg császárkörtefa.
Nem hozott sok termést, 3-4-et, sőt volt, amikor csak 2 volt, de ekkora császárkörtét, egy pici fa volt egyébként. Szóval fantasztikus hely volt, és mindent magunk termeltünk meg a kertben. Állatok is voltak természetesen, tyúkok, kacsák, minden volt a kertben. Hát az nagyon komplettul meg volt csinálva, mert volt ilyen téli pince is, aminek az alja az homok volt, hogy a répát oda lehessen tenni. Nagyon komplett dolog. Volt téli kert is, amit sajnos, ugye hát valószínűleg a háború alatt kaphatott valami találatot ott, mert nem volt, csak a keret volt meg. De rendes vaskeretben volt az üveg, és az össze lett törve. Azt nem tudtuk sajnos használni, de nem felejtem el, hogy a kályhájából, nem jutott senki, a kályhájából vadonat új ilyen tankgéppuska ekkora lőszereket kapartam elő. Mert ugye mi gyerekkorunkban ezzel is játszottunk. Csőpuskaport, azzal robbantgattunk, akkor elmentünk Herceghalomra biciklivel, és a mai napig nem értem, hogy ezek a tankállások az országút mellett, ezek megmaradtak. Ilyen vájatok voltak. És ebbe tankok álltak be, hogy ne tudják kilőni őket. És tele volt vaktölténnyel. És az a vaktöltény fémből volt. Tehát az már háború vége fele keletkezhetett, mert soha nem csináltak vasból, és ez már abból ott el volt rozsdásodva, és ezeket mind összegyűjtöttük. És hát nagyon rossz gyerekek voltunk, mert ősszel mindenki égette ugye a kertből megmaradt ágakat, vagy levágott ágakat, mi meg beledobáltuk ezeket a vaktöltényeket. És itt mindenki frászt kapott, mert ilyen sorozatlövések voltak, mikor meggyújtották, és elégették az avart. Az anyám az nagyon súlyos beteg volt, skizofrén, és tulajdonképpen hát 13 éves voltam, amikor elvesztettem, de akkor sem találkoztunk, mert állandóan az elmegyógyintézetben volt. És hát akkor még az orvostudomány borzalmas, hogy miket műveltek a skizofrénekkel, hát kisütötték az agyukat ugye, árammal is. Ilyen alkalmakon, amikor kapott egy kezelést, senkit nem ismert meg. Teljesen fölöslegesen látogattuk. De hát erről tettük, hogy hát ha visszajön az emlékezete. És már ott is öngyilkos akart lenni, csak ott nem lehet, mert már a második emeleten már rácsak vannak, mert ott bizony ugrátoznak a betegek. És hát tulajdonképpen annak volt köszönhető, hogy elvesztettem. Elváltak ők, az apámik elváltak, mert már veszélyes lett anyám. Bele akarta folytani a nagymamámat, bele akarta folytani a kádba. És akkor az apu döntött, hogy hát ő állandóan dolgozik egész nap. És akkor elváltak, hivatalosan elváltak, és akkor a nagyapámnál élt anyám, tehát az ő apjánál, anyjánál, és egy dorog tatabánya mérkőzés után a bátyja, Jóska jött haza, és anyámat meg akarta látogatni. És le volt engedve a redőny, kopogott is a redőnyön, nem felelt senki, és akkor gondolta, hogy biztos elmentek valahová, és elindult hazafelé, és keresztezi az utat, ugye a sorompó, és jött a bécsi gyors. És a Jóska az ilyen magyar tekebajnok volt. És hát átugrotta a kerítést, és jött a bécsi gyors, és balonkabátba volt, és nyitva volt, nem volt kigomolva. És ugye a szél, amit a vonat csinál, ugye ez így fölkapta a kabátját, és beleakadt egy lépcsőbe, és lerántotta a Jóskát, és beütötte a halántékát, és meghalt. Na most, ott elég sokan laktak ebbe az udvarban, és egy ismerősünk, a Fejlék,
akiknek az udvarát felosztották, ez egy nagy sváb udvar volt, egy gazdaság volt, és oda elhelyezték az embereket. Elmesélte anyámnak, hogy itt volt a Jóska. Ez az elmebeteg. Hát ez, hogy lehet ilyet csinálni? És az anyám fejébe vette, hogy ő ölte meg a bátyját. Miatta halt meg. És szépen megfürdött otthon, elment a kozmetikushoz, fodrászhoz, és a bécsi gyors elé betette magát. Jóval előbb, de pontosan ott halt meg. Hát előbb meghalt, de a teste oda került, ahol a Jóska volt. Ez elég félelmetes ügy. A legkedvesebb emlékem az az, hogy a János Vitézt olvasta fel nekem, azt én még úgy életemben nem hallottam. Tehát valami spirituszt én tőle örökölhettem, mert a Reveckiek között nincs színész. Egyébként, ha akart volna valaki, hát hogyha, ha már nem esek, akkor nem engedik ezt a foglalkozást. Tehát ha lett volna színészi tehetség, abból sose lett volna színész. Ha csak el nem szökik otthonról. Én már egész pici koromban az általános iskola első fél évébe kezdték el ezt, hogy lakhely szerint osztották szét. Hogy hívták ezt, hogy mit csináltak az iskolák? Körzetesítették. És én egy Ady Endre iskolába jártam, és fél évkor változtatni kellett. És első év, fél év be. Azt mondta az osztályfőnököm, hogy fiam, belőled nagy bohóc lesz még. Mert állandóan hülyéskedtem az órákon. Hát az általános iskolába is, gimnáziumba is, hát állandóan a tanárokat parodizáltam, meg piszkáltam, de óra közben, hát egy magatartásból egy gyönge kettes voltam mindig. És ez tulajdonképpen ugye már akkor is megmutatkozott. Aztán az Szégner Lászlónál első gimnáziumban ő meg azt mondta, hogy ő maga mellé akart venni, hogy fiam, belőled színész lesz, de az a színész nem színész, amíg nem beszél öt nyelvet, úgyhogy hozzám jössz és megtanulsz öt nyelvet. Ő egyébként egy fantasztikus ferences rendi szerzetes volt. Elment Franciaországba, 15 évig francia nyelvet tanított. Belgiumban másfél évig volt díszlettervező. Elképesztően minden tudó volt. Csak hát ugye a pártállam alatt az ilyen emberek nem tudtak nagyon labdába rúgni. És ott is hagyta a gimnázium. Engem megbuktattak matematikából direkt. Az apámat kinyírták Tatabányáról. Tudnélik, amikor elköltöztünk a Liget sorról, akkor az apámnak az volt a kérése, és ez a bánya ajánlotta föl. Az volt a kérése, hogy Tatabánya újvárosba visszamegyünk, és két egymással szembe lévő lakást kapunk, az egyből nagyapám, nagyanyám keresztapám, a másikban meg mi laktunk. Viszont nekünk legyen háromszobás. És az volt az egyetlen ilyen hely, hogy háromszobás volt a lakás, és mellette volt egy garzon. Egyébként mindegyik kettőszobás. És ezt így megcsinálta a bánya. És az apám nem gondolkozott szerintem, mert a beépített szekrényeket megcsináltatta, mert ő a Komárom megyei építőipari vállalatnak volt a főkönyvelője, gazdasági igazgatója. És megcsináltatta a beépített szekrényt tölgyfa furnérból. Tehát tölgyfa ilyen vékony lemezekből. De a keret is persze tölgyfa volt. És csinált egy ilyen svéd könyvtárat. Ultramarin kék volt a háttér, és akkor könyvszekrény a nagy szobába. És bement valami, így mondták, hogy bement valami habarcs tündér, és elkezdett üvöltözni, hogy micsoda dolog, hogy négy gyerekkel lakik egy kicsi szobába, és másoknak meg készre csinálják az épületeket.
és följelentette a Hazafias Népfrontnál apámat. És hát hiába Bánya persze nem vette. Nem vette ezt tudomásul, tehát nem védte meg apámat. Úgyhogy el kellett menni, el kellett hagynia, lemondatták a főkönyvelői állásról, de hát fölfele bukott, mert az országos szakipari vállalatnak lett a pénzügyi és számviteli főosztályvezetője. Az a legnagyobb cég, építőipari cég az országban. Sőt, tehát ő egyébként akkora koponya volt, amikor a Hetényit választották pénzügyminiszternek, mert a kommunisták mindig vigyáztak a pénzügyminiszteri álláshoz, a komoly palikat. Nem volt szükséges, hogy párttag legyen. Értsen hozzá. Mert Magyarország 56 után is fizette a részleteit, mert olyan pénzügyminiszterünk volt. És amikor a Hetényi lett a pénzügyminiszter, akkor az apámat akarták, a kormány. Csak ő nem vállalta. És például még kitüntetést kapott az Acél Györgytől, mert még nem akkor kezdődött ez a szoftverügy, megcsinálta, hogy csinálják meg szoftverben a számviteli szabályokat. Tehát ő csinálta meg, leírta, hogy mit kell tudnia a gépnek. És az ő intuíciói alapján készítették el ezt a számviteli szoftvert. És ezt még ki is tüntették. Hát végül is ugye hát feltűntem én egy tanárnőnek, aki az Éles Bélának volt a felesége akkor. És az Éles Bélának volt egy tatabányai bányász, irodalmi színpad nevezetű kis vállalkozása, tehát irodalmi színpada, és oda kerültem. De egyébként akkor olyan kulturális élet volt, és ezeket a székházakat kettő színjátszó együttes tartott fönn a tatabányai néphez. De köztük táncosok. Akkor a nagyapám a tatabányai bányás szimfonikus zenekarba játszott, ami országos hírű zenekar volt. Ő volt a világ legöregebb aktív fagottosa. 68 éves korában még játszott a zenekarban, és engedték neki. Tudnélik, ők megbolondulnak attól a rezgéstől, amit a fagott ad. Igen, nem fogok fagottos lenni, azt hiszem. Nem. Na és hát az Éles Bélánál kezdtem, és ott rengeteget játszottunk. Megjártunk ki a bányákhoz, ilyen rögtönző estekkel, mert ők az irodalmi műsort azért nem nagyon kedvelték, inkább valami kicsit humorosabb legyen, mert mi verseket mondtunk. Főleg verses összeállítások voltak a műsorok, de darabot is játszottunk. És hát tulajdonképpen aztán, amikor Budapestre kerültem, akkor az Zala Kornéliához kerültem, aki a Szabó Gyula osztályába jártam, és akkor rendező lett, kirúgták a főiskoláról, és rendező lett. És hozzájártam, és onnan föl is vettek második alkalomra a főiskolára. És hát attól kezdve már minden simán ment. Igaz, hogy a Nádasdy Kálmán ki akart rúgni, mert hát ugye az ő mániája volt az énekvizsga. És én énekeltem egy klosárról, aki a Pont de Zár alá megy este, egészen koldul, hegedül, és a Pont de Zár alatt alszik. És ez egy szomorú dal. És azon. És azt mondta a Nádasdy, hogy ezt most úgy, mint a Chevalier, vegyem fel egy ilyen Girardit, vegyem a kezébe, és nézze a közönséget, ahogy jön ki, azonnal teremtsen kontakt. És így hallgattam, és így csináltam, hogy na, kész, végem volt. A Fekete Maritól tudom, aki
nagyon ismert, a mai napig is korepetál éneket, meg őtől tudta meg, hogy azt mondta, hogy ha nem lesz jó a színész vizsgája, kirúgni. Na hát, 4-es lett az első vizsgám, csak azért nem kaptam 5-öst, mert nem lehetett 5-öst adni első évben. És 4-est kaptam. De így megmenekültem. Az később meg annyira megszeretett, hogy úgy búcsúztunk el, hogy maga állat, maga menjen a konzervatóriumba énekelni, ilyen meleg bariton nincs is. És hát nem fogadtam meg. Sok gimnáziumban jártam, jó néhányban, Tatabányán, Tatán, megsértődtem, mert megbuktattak matematikából, és átmentem Tatára, és még a negyed évet is ott kezdtem el, és végül a budapesti Árpádba érettségiztem. De annyira az osztálybohóca voltam, hogy például Tatáról nem mentek el nélkülem osztálykirándulásra. De volt ilyen, hogy az apám azt se tudta fizetni, valamit be kellett fizetni. Nem tudta befizetni, és őnek jó fizetése volt, csak annyi mindent kellett fizetni, hogy ez nem fért bele. És hát végül is nem mentem el, de képesek volt, aztán mégiscsak összeérni, összedobták a pénzt, hogy én menjek velük. Tehát gondoltam én arra, hogy van itt arra sansz, hogy az ember népszerű legyen. Most is, hát a Facebookon elképesztő, hogy minden segítséget meg akarnak adni az emberek. Most, hogy így szerintem már legyőztem ezt a kis betegséget, de elképesztőek az emberek. Hát a szeretet az mi is azzal dolgozunk. Színpadon is azzal dolgozunk, hogy szeretjük, amit tudunk csinálni, és azt is adjuk át, a szeretetet. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.